Köszöntöm az Universitas Televízió minden kedves nézőjét. Dr. Tóth Józsefet, a Janus Pannonius Tudományegyetem jelenlegi rektorát választotta a januártól létrejövő Pécsi Tudományegyetem ideiglenes intézményi tanácsa a rektori posztra. Az új egyetem élére 4 rektorjelölt pályázott. A rektorválasztáson indulók közül 3-an a Pécsi Orvostudományi Egyetem professzorai, dr. Kilár Ferenc, dr. Lénárd László és dr. Tán Gábor. A 4. jelölt a Janus Pannonius Tudományegyetem jelenlegi rektora dr. Tóth József volt. A rektorjelöltek 10 percben ismertették pályázatokat, ezután került sor a titkos szavazásra, ahol 45 mandátummal rendelkező tanács tagjárult az urnához, és adta le voksát a jelöltekre. Dr. Ivancsics Imre, a választási bizottság elnöke ismertette a szavazás eredményét. A leadott szavazatok száma 45, ebből érvényes szavazat 45, érvénytelen következésképpen nincsen. A szavazatok megosztása: dr. Kilár Ferenc 3, dr. Lénárd László 13, dr. Tán Gábor 2, dr. Tóth József 27. A megválasztott rektor 27 szavazattal dr. Tóth József egyetemi tanár. A bizottság gratulál neki elsőként. Gratulál. A januártól létrejövő Pécsi Tudományegyetem 9 karával az ország legnagyobb felsőoktatási intézménye lesz. A Janus Pannonius Tudományegyetemhez csatlakozik a Pécsi Orvostudományegyetem és a Szekszárdi Tanítóképző Főiskola. Kollektív vezetést, csapatmunkával történő vezetést akarok csinálni, olyan munkamegosztással, amely arányos képviseletet tételez fel, és olyan megoldásokkal, amelyek mindenképpen a törvényesség keretein belül maradnak, de e kereteken belül méltányos megoldások. Konszenzussal, egymás megértésére törekedve, egy empátiával vele illeszkedve az ő gondolatvilágába, és úgy megnézni, és az ő érdek szövevényén behelyezkedve megnézni, hogy hogy lehetne mégis megoldást találni. Ez az én legkedvesebb időtöltésem, játékom, és a legfontosabb szabályom a vezetői tevékenységemben. Ha ezt sikerül érvényesíteni, akkor nem én nyerek, bár én is úgy élem meg, hanem az ügy. Mert akkor valamit pozitívan oldottunk meg. Nem vesztünk össze, nem ment szét az a dolog. Óriási fontosságúnak tartom a vezetésben általában a konszenzusra törekvés igényét. Hallgatókért van az egész. Egy társadalom az új generációnak át akarja adni azt, ami a legjobb. És leghatékonyabban akarja átadni, legjobban, a legszebbet akarja átadni, legkonvertálhatóbb tudást akar neki adni. Tehát külföldre küldi ez az egyetem a hallgatókat, hagyja, hogy bármit hallgassanak. Ha kínait akar tanulni, akkor kínait tanuljon a műszaki kar hallgatója is, és ne akadályozzuk ezt azzal, hogy a karok közti elszámolás technikáját nem tudjuk megoldani. Technikai kérdés. Oldjuk meg. Az első a fontos. Tehát a hallgatók. A másik komponens az oktatók komponense. Itt két réteg nagyon fontos. Az egyik a vezető professzorok rétege. Ez a nagy egyenlősdi és az általános nyomottság a vérben nem engedi meg, vagy csak csalafintaságokkal teszi lehetővé, hogy a legkiemelkedőbb professzorainkat megfizessük. Hogy ne kelljen nekik szaladgálniuk, órát tartani bátaapátiba, hanem fizessük meg, hiszen egy igazi sugárzással rendelkező karizmatikus professzor hatása az ifjúságra még a következő generáción keresztül is nyomon követhető. A professzorok mellett a legkisebbeket kellene, az utánpótlást, a legfiatalabb, a PhD iskolákat. Ott kell megnéznünk, hogy az általunk kiképzett roppant tehetséges kölkökkel mi lesz. Elmennek-e, mert nem tudjuk őket itt tartani, vagy sikerül itt tartani őket. Belőlük lesz a jövő professzora, belőlük lesz az, aki viszi tovább a jövőbe ezt az egyetemet. Hogy ez anyagiak miatt hogy sikerül, azt nem tudom. De hogy minden nagy professzornak meg kell találnia a módját, minden kapcsolatát, lobby lehetőségét latba vetve, hogy maradjanak a legtehetségesebbek, az biztos. És hogy a rektornak segítenie kell ezt a folyamatot, az is biztos.
Én segíteni fogom. Dr. Tóth József rektori kinevezése 2000. január 1-től 2003. július 31-ig tart.